Nagy izgalommal ültek be az óvodások a művészeti iskola előadására. Mindenki kíváncsi volt arra, hogy mi fog történni a kamaraterem színpadján, ahol szép és érdekes hangszerek sorakoztak. A zeneóvoda az már nagyon régi hagyományunk, a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai adják tulajdonképpen. Ez egy olyan sorozat, ami egyében négy alkalommal történik. A története visszavezethető egész régre, mert 2011-12-es tanévben kezdtük ezt el igazából ilyen formátumban, de előtte is jártunk már, a különböző óvodákba elmentünk, ellátogattunk és bemutattuk a hangszereket, és ezt nagyon szerették a gyerekek, meg az óvónénik is, és aztán a történet megfordult, mert már olyan sok helyre kellett menni, hogy azt mondtuk, hogy akkor legyen fordítva, az óvodások jöjjenek, és így sokkal több óvodás láthatja a hangszereket és hallhatja a zenéinket. És akkor így alakult ki az, hogy a zeneóvoda elkezdődött. Ez egy nagyon szép hagyománya az intézménynek, melyet szívesen fogadnak már több mint 10 éve, mind a nevelők, mind a gyerekek. Most is a bemutatott műsorszám előtt volt alkalom beszélgetni a gyerekekkel, ezzel is be tudták őket vonni a programba. Az ősszel kezdtünk, és az őszhöz kapcsolódó zenéket választottunk, de nyilván, hogy ez egy interaktív, tehát megszólaltatjuk a gyerekeket is, kérdezgetünk tőlük, hogy ők is mit tudnak az őszről, ugye az északi jellemzőiről, az ünnepekről és mindenféle hagyományokról, úgyhogy ezt elég rendesen körben járjuk ezeket az évszakokat, és akkor ők is tanulnak, mi is tanulunk tőlük, mert ugye mindig meglepődünk, hogy milyen érdekes információkat tudnak ők is, úgyhogy ezt nagyon szeretjük, és bízunk benne, hogy még sokáig lesz ez a hagyomány az óvodásoknak. A kicsik számára új hangszer is megszólalt ezen a délelőttön. Újra megjelent a hegedű, hiszen tavaly nem nagyon láthattuk. Ugye ez hozzátartozik, hogy milyen tanári gárda van, ugye óraadók nem mindig szoktak megjelenni ezeken az eseményeken, de most örömmel jelenthetjük, hogy Autné Fuchs Márta tanárnő csatlakozott a tantestületet teljes odaadással, tehát nem óraadóként, hanem rendes státuszban dolgozik most már nálunk, és föltöltötte a tanszakát, és ő is részt vett ezen az eseményen, és nagyon-nagyon jó színfoltja volt a vonós hangszer, így a fúvósok és a zongora között. Ugye klarinét, fuvola, harsona, hegedű és zongora szólalt meg most a mostani alkalomkor. Hát remélhetőleg télen már orgonát is hallhatunk, én mindig egy kicsit hozzáigazodunk a hangszerekkel évszakhoz is. A következő zenei előadás már a térről fog szólni. A zeneiskola december 1-én, szintén péntek délelőtre várja az óvodás nagycsoportosokat a népszerű programjára.